Énekkel, körtánccal búcsúztak a gyerekek a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület nyári táborától. Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az együttes tagjainak a nyári szünidő alatt népi játszót szerveznek. Az itt eltöltött idő alatt a gyerekeknek sokszínű programokkal készülnek a szervezők. Szoktunk ilyen körjátékokat játszani, van sok kicsi, azoknak is szoktunk segíteni, szoktunk kézműveskedni, énekelni, és minden hétfőn lovagoltunk, kedden pedig palacsintát ettünk, ma meg pogácsát sütöttünk. A tábor napi programja tematikusan volt felépítve, mondja Szabóné Béda Anita táncpedagógus. Minden napra hozunk egy népmesét. Hétfőn meséltünk az aranytulipánról, kedden, hogy hogyan tanultak meg énekelni a madarak, szerdán pedig a király kenyerét dolgoztuk fel. Mindig úgy kezdtük a napot, hogy elmeséltük a mesét, és utána ehhez kapcsolódóan tanultunk mondókákat, énekeket, táncokat, játékokat vettünk elő, és a kézműves foglalkozások is ehhez kapcsolódtak. Az idei tábor a megszokott egy hét helyett háromnapos volt, ugyanis a csoport tagjainak egy része elutazik Szlovákiába. Az egyesület kiutazik Nagysallóba, ahol a nagysallói falunapokon veszünk részt, egy olyan ünnepi apropóból, hogy 25 éves a testvérvárosi kapcsolat, és pénteken reggel az utánpótlás és felnőtt csoport tagjai utaznak Nagysallóba. Tehát így akkor már kurta lett a hét. A népi játszóba az egyesület növendékein kívül külsős gyerekeket is szívesen látnak, ugyanis az együttes vezetősége szeretné minél több fiatallal megismertetni a felvidéki hagyományokat, mentalitást, és erre a tábor nagyszerű lehetőséget biztosít.